2012-ben még nagyon sportos ember voltam, de szerintem egy héten 3-4 alkalommal jártam edzésre. 60 fekvőtámaszt lenyomtam, és úgy gondoltam, hogy golyóálló vagyok. Véletlen folytán kiderült, hogy kicsit magasabb a vérnyomásom, mint a normális. Felkerestem egy kardiológust, aki szintén nem tudta megállapítani, hogy mitől jön. Viszont azt mondta, hogy találtak egy epe követ, 12 mm nagyságú epe követ, amit jó lenne eltávolítani. A házi orvosom segítségével kerestünk egy jó sebészt, aki 4 hónappal későbbre adott egy időpontot a kő eltávolítására. A orvos látogatása után egy nappal sajnos valami finomat ehettem, aminek következménye egy erős puffadás volt, és bementem a sürgősségre a Tatabányai Szent Borbára kórházba, és ettől kezdve mellé ment minden. Itt az orvos, az adjunktus azt mondta, hogy eléggé puffadt a hasam, és jobb lenne, hogyha hosszába vágna, nem 4 pontosan. Aznap még megműtöttek, magamhoz tértem, észrevettem, hogy teljesen fel vagyok vágva, de azt gondoltam, hogy hát ez más is túlélte, hazamegyek pár nap múlva, és elfelejtem a dolgot, majd újra sportolok, stb. Aztán egy hét múlva, miután nem úgy gyógyultam, ahogy elvárták, leszedték a kötést, és megállapították, hogy az egész be van gyulladva, úgyhogy ott helyben, a kórházi ágyon, egy 6 ágyas kórházi szobában úgy gondolták, hogy felvágják a sebet. Ott a kórházi ágyon minden függöny nélkül úgy néztem ki, mintha fel lennék teljesen vágva, néha úgy keresgéltem a beleimet. Mivel a láz nem ment le, keresgélték az okát, meg is találtak, 3 helyen volt hematom, tehát belső vérzés, és újra műtöttek, lenyomták a lázamat, és úgy tűnt, hogy gyógyulok. Láttunk olyat, hogy orvos, fiatal orvos, úgy fogja meg a kilincset, hogy előtte a köpenyét lehúzza a kezére, és azzal fogja meg, hogy nehogy megérintse a mellékhelyiség kilincsét. Úgy jártam WC-re, hogy lepedővel voltam összekötve, előtte takarítottam a WC-t, ráültem, és mindezt 3 óránként, ami felettébb gyanús volt, és a zárójelentést visszakérve még ráírták, hogy ajándékba kaptam még egy úgynevezett C-divizil nevű fertőzést, ami a antibiotikum túlságosan nagy mennyiségében fogyasztásának eredménye, csak kórházakban lehet kapni, tehát, hogy mindenki megértse, ezt nem magammal vittem, hanem ezt a kórházban ajándékba kaptam. Erről azt kell tudni, hogy 60% esélye van az embernek a túlélésre, 40% meghal. Sok esetben olyan gyorsan, hogy már csak a bonc asztalon derül ki, hogy mi a baja az illetőnek, vagyis mi volt a baja. 250 tabletta gyógyszer után én is eljutottam arra a pontra, amikor a háziorvosom azt mondta, hogy most azonnal, még ma be kell feküdni a kórházba, mert nagyon súlyos lett az állapot. Be is kerültem Székesfehérvárra, a fertőző osztályra. 10 nap kezelés után a hajam rendesen megritkult, vagy teljesen kihullott, és tünetmentesen hazabocsátottak. Otthon valahogy még mindig nehezen mozogtam, a sebem nem akar gyógyulni, elkezdtem tapogatni a hasam, nézni, hogy mi van ott, és aztán rájöttem, hogy semmi. Ott, ahol hasfalnak, hasizomnak kellett volna lenni, ott nem éreztem semmit. Hát visszamentem a kórházba, ahol is megállapította az operáló orvos, hogy hát bizony kiszakadtam. Azt mondják szakemberek, hogy a szövetek olyan nagy károsodást szenvedtek a fertőzés során, a seb fertőzésnél, hogy nincs mit összevarni. Felkerestem Győrben az igazgató főorvost, megműtött, egy hatalmas hálót rakott be a
hasamba. Néhány héttel később visszamentem, hogy itt egy kicsit még nagy a pocak, és azt mondta, hogy ott kell maradjak, még egyszer megműtött, és ma ott tartok, hogy két hatalmas háló tart össze, fekvőtámaszról szó sem lehet, baloldalt, érzem a feszítést, ahol be van csatolva a háló, és itt nem érzek semmi olyan nyitott dolgot, itt fölül viszont azt érzem, hogy valószínűleg ki van szakadva, mert itt van egy tudor, amit nyilván a háló nem fog. Volt olyan időszak, amikor azt éreztem, hogy így szakadoznak a hálónak a szálai, és gondolom, hogy ott elengedett. Tehát több mint két évig szenvedtem, hogy alig tudtam mozogni. Tehát el kell gondolni, hogy öt műtét van mögöttem, plusz egy fertőző osztály, és ugye mindegyik kórházi látogatás között eltelt néhány hónap. Az életem utolsó munkás évtizedét még szerettem volna tevékenyen leélni, még voltak terveim, ezeket feladtam. Hála Istennek, nekem telik arra, hogy munkanélkül tudjak élni. Lelkileg szerintem még ma sem hevertem ki. Tehát most, hogy így elmondtam, bizony átél az ember dolgokat újra. Fel kell tenni a kérdést mindenkinek, hogy melyik kórházba kaphatja meg a betegséget, a fertőzést, hiszen senki semmiféle információt nem ad ki arról, hogy hány ember kap fertőzést. Egy biztos, hogy Magyarországon ma többen halnak meg kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben. Kórházi fertőzésekben évente többen halnak meg, mint autóbalesetben. Az ANTS nem tesz semmit. Küldd el a panaszodat, és érjük el közösen, hogy a hatóság kivizsgálja ezeket az eseteket.